Sziasztok, srácok, lányok, Balázs vagyok, ebben a videóban pedig segítséget adok nektek ahhoz, hogy hogyan legyen sok pénzet a GTA 5 story módban. Pár ember kérdezte tőlem komment szekcióban, mindenkinek próbáltam válaszolni egyesével, de úgy gondolom tisztázom az egész dolgot egy videóban. A videó fő témája a GTA 5 tőzsdézés, kezdjük is el! A videó forrásához a GTA Place weboldalt használtam, linket találtok a leírásban. Kezdésként tisztázunk 5 alapfogalmat. Mi is az a részvény és hol tehetjük meg? Két oldalon tehetjük meg a befektetést, az LCN Exchange vagy a BolSec weboldalán. A BolSec oldalhoz internet kapcsolat szükséges, és az online játékosok vásárlásai alapján működnek az ott lévő cégek árfolyamai. Részvények vásárlása küldetés előtt. Mielőtt a küldetést elindítjuk, fektessük be a pénzünket az adott cégbe. Fontos, küldetés előtt. Ne küldetés közben, mert akkor nagy eséllyel elég bágos lesz a részvény folyamat, és eltűnik a pénz a vásárolt részvényekkel együtt. Tapasztalatban mondom. Részvények eladása küldetés után. Miután befejeztük a küldetést, várjuk meg, míg az árfolyam a normális lesz, vagy annál jobb, szaknyelven stabilizálódik. Minden részvény más százalék után stabilizálódik. Részvények vásárlása küldetés után. Miután eladtuk az adott részvényeket, fektessünk be a következőbe. Ezek a cégek mínuszban lesznek, mivel az adott küldetéssel szabotáltuk az árfolyamot. Így miután stabilizálódik az árfolyam, profitban fogsz kijönni. Eladás stabilizálódás után. A megvásárolt papírokat adjuk el, miután az árak normálisra változnak. Most, hogy ezeket tudjuk, jöjjön az, hogy hogyan lehet leghatékonyabban manipulálni a tőzsdét. Küldetésekkel tudjuk ezt megtenni, mégpedig Lester merénylő küldetéseivel, amiből 5 teljesítető a játékban. De haladjunk sorba, jöjjön az első, a Hotel Assassination nevű küldetés. Fontos tudnivaló, hogy a Hotel Assassination küldetést a játék rád előtteti, hogy meg kell csináld. A többit elég, ha játék végén csináljuk. Célszerű is, hogyha játék végén csináljuk meg a többi Assassination küldetést, mivel akkor ugye már több pénzünk van, és így több pénzt tudunk úgymond befektetni, és így több a profit nyilvánvalóan. Az első küldetés nyilvánvalóan mindenképpen meg kell csinálni, ezért csak ilyen kisebb összeget tudsz feltenni, mint például 200 000, 250 ezer dollár érték. Célszerű mind a három karakterre bevásárolni ezeken a tőzsdés weboldalakon, és itt a bolszaken kell keresni részvényt, aminek ki nem mondom a nevét egyébként, szóval mind a három karakterrel a bolszaken keresünk meg ezt a részvényt, és fektessük be az összes pénzünket. Ez volt az a pont, hogy befektetés, küldetés előtt. Ezután jöjjünk el a Venice Beach-re, ahol Lester megadja nekünk a küldetést. Ezt gyorsan zavarjuk is le. A küldetés után menjünk haza és feküdjünk le az ágyba. Ez 8 órát repít előre az időben, ami azt jelenti, hogy a árfolyamok változni fognak. Minden harmadik alvás után nézzük meg a részvényeket, hogy hogy állnak. Én egyébként minden alvás után megnéztem, biztosra mentem a videó kedvéért, de látjátok, 146 ezer dollár profitban már egyből vagyunk egy alvás után. Amint később kiderült, ez már a maximum, amit el tud élni, és itt látjátok a felvételen, aludtam még 5 alkalommal, és lejjebb ment a profit, és ilyenkor mondtam azt, hogy inkább eladom, mert ez még lejjebb fog menni, ez már nem fog visszamenni. Lehet, hogy visszament volna, nem tudom, de nem kockáztattam, és ezért eladtam így 47%-os profittal. Miután eladtuk az előző részvényeket, keresünk meg a Birkinton nevű céget az LCN Exchange weboldalán, és ugye mivel a küldetéssel ezt a céget szabotáltuk, ezért most ennek az árfolyama mínuszban van. Ez ugye később stabilizálódni fog, és feljebb megy plusz százalékban, ezért következik be az, hogy profitálni fogunk a cégből.
Pár alvás után a Birkenau cég stabilizálódni fog, körülbelül 100%-nál áll meg az oldal szerint, én 86,03-nál eladtam, illet Michael-lel 3,5 millióm, Trevorral lett 250 ezer dollárom, Franklinnel pedig majdnem 800 ezer dollárom. Következő küldetésünk a Multitarget Assassination küldetés. Ebben, mint látjátok, már az utolsó mission után vagyok, az utolsó rablás után, és így van 36 millióm körülbelül mind a három karakterrel. Ezt a pénzt most befektetjük a Debonair cigarettbe. Ebben a küldetésben a Red Bull cigarettet fogjuk szabotálni, ami azt eredményezi, hogy küldetés előtti profitunk a Debonair cigarett lesz, küldetés utáni profitunk pedig a Red Bull cigarett, miután stabilizálódott az árfolyam. A vásárlás után menjünk el a Little Soul utcára a telefonfülkéhez és vegyük fel a küldetést. Ezt gyorsan zavarjuk is le. Küldetés után menjünk haza és aludjunk, ameddig a Pilkington cég el nem éri az 56%-ot körülbelül. Én 43-nál adtam el, egyébként az oldal azért pontotlan néha, mivel ez még a játéknak a kiadásakor kelekezett, és ugyebár egy pár patch eltelt azóta, ezért írták is az oldalon, hogy a százalékok eltérhetnek az újabb release-ekben. Szóval egyébként 45-nél kb. El lehet adni. Szerintem annál feljebb nem fogom menni, úgy hiszem. Miután eladtuk a Debonair cigarett részvényeit, azután vegyük meg a Red Bull cigarett részvényeit is. Ezek ugyebár mínuszban vannak, mivel szabotáltuk az előző missionben. De hogyha stabilizálódni fog, ami 300%-nál fog bekövetkezni az oldal szerint, akkor ugyebár rengeteg profitunk van belőle. Én el tudtam menni összesen 326%-ig, ami így rengeteg pénzt termelt nekem. Következő küldetésünk a Vice Assassination küldetés. A küldetés előtt meg kell vennünk a Fruitnak a részvényeit, küldetés előttről ez lesz a profitunk, küldetés utánról pedig a Face Aid nevű cégének kell megvenni a részvényeit, ez küldetés után, stabilizálódás után lesz a profitunk. Innentől sajnos elvesztek a felvételeim, vagy hát pontosabban megsérültek. Szóval itt nem tudok megmutatni, hogy mennyit profitáltam. A végösszeget majd a következő klipben látjátok, hogy ott ugye mennyit költöttem el a következő küldetésnél a részvényre. De sajnos a második felét nem tudom megmutatni, ahol a Face Aid-et vettem meg. El tudok mennyit mondani nektek, srácok, hogy a Fruit részvények a küldetés után 25%-nál körülbelül maximalizálódnak, a Face Aid pedig 30% körül stabilizálódik, és annyi a lényeg, hogy aludjatok, amíg eléri a szintet a Face Aid, mivel ezzel sokat lehet keresni. Ha ezt mindet jól csináljátok, akkor már így is rengeteg pénzt tudtok szertenni. Következő küldetésünk a Bus Assassination. Ez a küldetés kitűnik a többi közül, mivel itt küldetés előtt nem kell befektetnünk semmilyen részénybe, csak küldetés után kell befektetni majd a Vapid cégbe, ami a Bullsec weboldalán található.
A küldetés után Vapid ára jócskán lecsökkent, de néhány nap után 100%-ig vissza tud jönni, ami egy hatalmas profitot jelent számunkra. Következő missionünk a Construction Assassination. Ez is kitűnik a többi közül, mivel itt csak küldetés előtt kell befektetnünk, küldetés után pedig eladni. Itt küldetés után nem kell egy másik cégbe befektetni, itt csak küldetés előtt kell venni és eladni küldetés után. Az LCN Exchange-en keresni kell egy Gold Coast nevű céget és ennek megvenni a részvényeit. Ez azért van, mivel a küldetésben egy olyan építési céget kell megtámadni, ami nem szerepel a tőzsdés weboldalakon, csak annak riválisa, a Gold Coast. A küldetés után a Gold Coast-nak az értéke körülbelül 80%-nál éri el a maximumot. Pár alvás után a Gold Coast is stabilizálódni fog. Az oldal szerint 80% a maximum, nekem 54,73 felé nem nagyon akart menni, 3 napon keresztül annyi volt, elmentettem, utána pedig már csak lejjebb ment. Szóval nem tudom, szerintem ennyi a maximum, de lehet, hogy 80% is lehetett volna, csak nekem nem adta ki a játék, és így adtam el, így a végösszeg a következő minden karakternél. Franklinnek lett összesen 1 156 500 000 dollárja, Trevornak lett 1 138 200 000 dollárja, Michaelnek pedig lett 1 234 200 000 dollárja a végén. Ezennel a videó végén értünk. Remélem tudtam segíteni és megválaszoltam a kérdéseket. Ha ez így volt, mindenképpen jelezzétek egy like-al és a feliratkozással. Kommentbe írjátok le, milyen videókat látnátok tőlem szívesen. Vannak nekem is ötleteim, de ha nektek is vannak, akkor ne tartsatok magatokban semmiképpen. A hangminőséget előre is bocsánat, az ajszörű effektet tesztelem éppen, mert furnak 3 napja. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, legyen csodás napotok, és sziasztok!